Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogyan tudtok olyan rendszert csinálni, aminek segítségével falusival tudtok beszélgetni. Előre szólok, hogy nem én találtam ki a rendszert, fogalmam sincs, ki találta ki. Nem tudom, én se tudom már, hogy kitől láttam, honnan láttam. Ez egy ilyen ismert kalandpálya trükk. Azért csinálok róla videót, mert rendszeresen kérdezik, hogy hogyan kell ilyet csinálni, és hát a jelek szerint lusták keresni, illetve nem tudom, hogy van-e normális magyar tutoriál róla. Hát most lesz. Arról van szó, hogy ki lehet hozni azt a játékból, hogyha használom így a falusit, de hülyén hangzik ez, tehát ha használt gombot nyomok rajta, amikor ugye cserélni akarok vele, akkor a helyett ő kiír valami üzenetet. Például Gary itt köszön nekünk. És ez hát kalandpályákra tök jó. Szóval ezt fogom megmutatni. Először is szükségünk lesz egy score-ra. Ott látjátok jobb oldalt, ki is raktam oda, Dumának neveztem el. Itt mutatom, így kell fölvenni, ezt így a chatbe kell beírni. Scoreboard, objectives, add, Duma, vagy amilyen nevet akartok neki adni. És itt a lényeg, a típusa stat.talkToVillager. Ez azt számolja, hogy hányszor kattintok rá a falusira. Ja, hoppá. Aztán itt két summon parancs van. Ami igazából itt lényeges, ez az offers tag. Ebbe lehet felsorolni, hogy mit, mire cseréljen a falusi. Ha ezt így üres zárójelekkel adjátok meg, akkor nem fogja megnyitni ezt az ablakot. Tehát ez így kell. Le lehet tiltani, hogy ne tudjon mozogni, de a rendszert úgy is meg lehet csinálni, hogy mozgó falusival is működjön, meg fogom mutatni mindkettőt. És hát adtam neki nevet is. A másikban ugyanez van gyakorlatilag, csak más névvel. Őt Marinak hívják. Na, szóval, ha megvan a score, meg a falusi is megvan, akkor szükségünk lesz egy jelgenerátorra, ami folyamatosan ellenőrzi, hogy beszéltünk-e a falusival. Az egyik módszer, itt mutatom, egy test for, a koordinátát megadom, ahol a falusi áll, ez most Gary koordinátai, és azt is megnézem, itt score duma minegy, tehát, hogy beszéltem-e vele, és a sugarat pedig 3-ra, tehát ne a pálya végéből szólítsa meg, jó, na nem is tudom. Ennek igazából úgy van jelentősége, ha több falusi van. Például, ha Marit szólítom meg, akkor ne írja ki Gary szövegét is. Tehát ezért van ez a sugár itt. A másik test for, az annyival egészítettem ki, hogy lefuttatom execute a Mari nevű falusival, hogy van-e egyes dumájú játékos a közelében. Ez miért jobb? Ez azért jobb, mert így mozoghat a falusi, tök mindegy, hogy hol van. Ugye vele futtatom le a parancsot. Viszont a hátrány az, hogy nem lehet ugyanolyan nevű falusi. Tehát ha mozog a pályán egy másik Mari nevű, akinek nem ugyanezt kéne mondania, hát ott ugye nem tudja eldönteni a rendszer. Illetve lehet azzal szórakozni, hogy a falusinak adtok score-t, és akkor lehet több Mari nevű, de a score-ok azok eltélnek. Hát abból a szempontból ez a mód, hogy a kényelmesebb, hogy nem kell koordinátázni, csak a falusi nevét kell megadni. Szóval így is meg úgy is lehet. Talán ez egy fokkal szimpatikusabb. Hát, ízlés kérdése. Na, ezután ugye itt komparátor van, tehát hogyha ezek lefutnak, akkor egy-egy terror van egyébként itt simán. De én azt mondom, hogy itt egy kalandpálya, ugye set block lenne, és aktiválna egy összetettebb rendszert, hogy mit mond a falusi, ami mondjuk ellenőrzi, hogy meghoztam-e a küldetéstárgyat, ha nem, akkor ezt mondja, ha igen, akkor azt mondja. Én most itt a példa kedvéért csak két tárolót raktam le. És hát igen, egyébként működik. Tehát ő ezt mondja, ő pedig ezt mondja. Jó, ami még nagyon fontos, az a resetelés. Tehát, hogyha megszólítom az egyiket, akkor állítsa vissza nullára ezt a score-t, hát hogy többször is lehessen használni. Ez ezen az oldalon van. Teszteli, hogy a duma az 1-e. Ha igen, akkor lenullázza. És amit látjátok, ez a kis rendszer itt még azért van, hogy egy jelgenerátort indítson be. Ez azért kell, mert ha nyomva tartom a gombot azzal, ha nincs itt ez a jelgenerátor, akkor szét lehet cseszni az egészet. Tehát most ezt így kitörlöm, ez így most így nem fog villogni, csak így simán jelet küld. És így tök jól működik is. Látjátok, így fölvillan. Most messze vagyok tőle, azért nem írja ki a szöveget. Lehet nagyobbra állítani ezt a sugarat, ugye az R-nél kell átelírni. Igen? Na most, ha ezt folyamatosan nyomom, akkor hát szépen úgy marad, és látjátok, jobb oldalt 4 lett. És innentől kezdve használhatatlan rendszer, hiába nyomogatom. Ez azt érzékelő, hogy legalább egy, hát legalább egy, de folyamatosan küld a jelet. Úgyhogy ezért úgy oldottam meg, hogy ide visszakötöttem,
hogyha jelet kap a komparátor, akkor letiltsa magát, aztán mivel letiltotta magát, akkor itt megszűnik a jel, akkor megint jelet tud küldeni. Tehát tulajdonképpen ez egy másik jelgenerátor, ahogy mondtam. És akkor így nem lehet elrontani. Most hiába tartom nyomva, látjátok, ott villog és folyamatosan lenullázza. Azért kell így, azért nem lehet így a sor végére rakni, de megmutatom. Ide rakni a resetet, tehát azt mondom, hogy itt ellenőrzi, itt meg reseteli folyton, mert nem lesz ideje ezeknek a komparátoroknak felgyulladni. Tehát ha most használom, akkor nincs ideje felgyulladni. Tehát jobb oldalt se látszik annyira gyors, tehát kell egy kis idő a komparátoroknak. Azért, mert ez a szórakozás így. Na, szóval igazából ennyi az egész. Természetesen letölthető a pálya. Nem tudom, ezt a filkokot szerintem fölösleges mutogatnom. Az egyik oldalon ott követ rak le folyamatosan ezekre a blokkokra, itt meg reszom blokkot rak le. És ezek így folyamatosan, nagyon gyorsan futtatják a parancsokat. Folyamatosan ellenőriznek, ugye. Szóval a pályáról is le tudjátok nézni a parancsokat, meg hát innen mutattam, nem nagy cucc. Tényleg sima test form. Talán a lelke az egésznek az, hogy talk to villager score, és hogy ez az offers, ez üres legyen. Mert ha ez nincs itt, akkor oké, hogy érzékeli és kiír a chat le, de közben a trade-et is megnyitja, és akkor az hülyén néz ki. Sőt, esetleg észre se vesz a játékos, hogy valamit ki is írt a chatre. Jó. Szóval ennyi az egész. Használjátok egészséggel, a kézikönyv óvjon.